Sziasztok! Kint vagyunk az IFA-n, a Samsung standjánál. Az újdonságok, az egész sajtótájékoztató az AI-ról szól, ez ugye nem túl meglepő mostanság. A fő téma az az, hogy AI for all, szóval AI mindenkinek. Ez nagyjából azt fedi le a Samsungnál, hogy az összes termékük ugye valamilyen módon kapcsolódik a mesterséges intelligenciához, és ez a mesterséges intelligencia valamilyen módon próbálja a felhasználókat segíteni az életben, valamilyen plusz funkciót nyújt, olyat, ami hasznos. Ezt a cikkben részletesebben is leírom, de az új termékek közül, ami minket érint, inkább most azokat mutatnám be, ez két projektor a The Premiere szériából, The Premiere 9 és The Premiere 7, egyformák, tehát így kívülről, úgyhogy tulajdonképpen ez mind a kettő is lehetne. A lényeg az, hogy ezek, ahogy látszik, ilyen ultrarövid vetítési távolságú projektorok, lézeresek, és 4K felbontású mind a kettő. Az a különbség köztük, hogy a The Premiere 9 az 3 lézeres, a The Premiere 7, The Premiere 7 az pedig 1 lézeres. És ez nyilván abban is különbséget fog hozni, hogy milyen maximális fényerőre számíthatunk tőlük, és mekkora a színterű. A 9-es az, ha jól emlékszem, akkor olyan 150%-os DCI, tehát a DCI P3 színtérhez képest egy másfélszer nagyobb színteret biztosít, míg a 7-es az teljes mértékben lefedi a DCI P3 színteret. Ugyanígy a fényerő 3 lézerrel 3400 lumen feletti értéket biztosít, ez izolumen, arra felvenem a figyelmet, míg a 7-es verzió az 2500 izolumen fényerőt tud. Tehát az is elég azért ahhoz, hogy átlagos szobában már kapjunk valamit. Amit még érdemes tudni, hogy milyen okos szolgáltatásokat kínálnak, mind a kettő 10 OS-re épül, így megkapjuk a szokásos 10-es funkciókat, TV-s appot, hozzáférünk ugye különböző streaming szolgáltatókhoz, és ha például van egy Samsung telefonunk, akkor azon található tartalmakat is egyből át tudjuk rá küldeni, és akkor lehet például mondjuk a falon mindig kint lehet kedvenc fényképünk, widgetekről információ, valamint okos hangszóróként is bevethetők, akkor nyilván nem fogjuk használni a képfunkciót, le is kapcsolnak a lézerek, nem fog fogyni a fényforrás élettartama, ami persze mondjuk elég hosszú amúgy, de lényeg az, hogy nem fogja fogyasztani az energiát se, hanem csak hangszóróként a telefonról át tudjuk rá küldeni a zenét. Magyarországon a Samsung nem forgalmazza a notebookjait, sajnos hozzáteszem, mert elég jó. Ez itt a két újdonság közül a komolyabbik újdonság, ez a Galaxy Book 5 Pro 360. Mint a 360-ből mindenki ki fogja találni, ez egy átfordítható notebook, tehát át lehet hajtani 360 fokban a kijelzőt, és csak egy hatalmas tablet. Ez a legújabb Core Ultra 2 platformra épül, előzékelyen kinn is vannak a specifikációk, hogy lehet látni, hogy 32 GB RAM, és a Core Ultra 7 258V processzor dolgozik benne. Szokásos érintőképernyőt kapjuk, és egy vékony, és hát ahhoz képest, hogy mekkora, még nem is olyan extrém nehéz ultrabookról van szó, hatalmas tapipaddal, és egy elég kényelmes, de azért a tapipad mérete miatt összenyomott billentyűzettel. Lehet érezni egyébként a gépen, ahogy használjuk, hogy érintésre optimalizálták, tényleg eleve óriási ez a csuklótámasz, tapipad kombó, meg nyilván a kijelzés nagyon jól működik, és a Samsung S Pen-jét is lehet vele használni. A másik új gép az a Galaxy Book 4 Edge-ből egy újabb verzió, ugye abból eddig 14 és 16 szolos változat is volt, most egy 15 szolos verziót csináltak belőle, ez a Snapdragon X Plus platformra épül. Itt vagyunk az Odyssey 3D monitoroknál, ezt a Gamescomon pár hete mutatták be, kettő méretben kapható, ez a hatalmas, ez 37-es, és van a kisebbik a másik oldalon, az 27 szolos. Mind a kettőben az a lényeg, hogy szemüveg nélküli 3D képet kapunk, ugye tekintetkövető rendszerrel oldja ezt többek között meg, úgyhogy ilyen nagy a kép, ez a 37-es változatban tényleg olyan, mintha benne lennénk a képben, de az tény, hogy amikor a mozgunk előtte egy jobbra-balra nézünk, akkor azért ugrál a kép egy picit, úgyhogy játék közben valószínűleg, amikor meretten nézzük, akkor ez nem jelenik meg, de így most, hogy én itt mozgok és jobbra-balra nézek, így azért egy kicsit furcsa.
Ezek 4K-s panelek, ez a nagyobbik egy VA panel, a kisebbik egy IPS. Mind a kettő 165 Hz-es maximális frissítést kínál AMD FreeSync-kel, de még tulajdonképpen valamennyire fejlesztés alatti eszközökről van szó. Valószínűleg ez Magyarországra, hogy jön-e, azt egyelőre nem tudni, de ha jön, akkor is jövő évben találkozhatunk majd vele. Ezek voltak akkor a Samsung újdonságai. A többi, ami ki van állítva, azok alapvetően már ismertek, ugye a telefonok, már korábban bemutatott tévék, háztartási eszközök, illetve hát a Samsung ökoszisztémája van még így demóra kirakva a különböző standokon.